Köszöntöm a TV világ valamennyi kedves nézőit. A következő pár percben, képben, hangban, hangulatban messzi vidékekre utazunk az Egyesült Államokba. Mégpedig az alkalomból, hogy 45. születésnapját ünnepelte az Amerikai Magyar Alapítvány. Ez lesz a TV világ mai témája is, illetve az alapítvány jelentősége. A születésnap alkalmából jelentős kitüntetéseket is átadtak olyan személyiségeknek, személyeknek, akik sokat tettek a magyar kultúra ápolásáért, a kulturális örökség elmélyítésért, mindazokban, akik távol élnek az anyaországtól. Átadták például az Abraham Lincoln nívódíjat is, mégpedig dr. Leslie Coltai egyetemi professzornak, akik hallgatókat, sok tízezer hallgatót oktatott távol az anyaországtól, éppen a magyar kultúra megtartása érdekében is. Tehát következzék ez a kis képzeletbeli utazás, majd innen folytatjuk stúdió beszélgetéssel. 45 évvel ezelőtt Chicago mellett egy főiskolán tanítottam, ahol volt egy magyar szakosztályunk. 1941-ben létesült ez a szakosztály, és magyar nyelv, irodalom, történelmet, kulturált örökséget tanítottak. Dr. Dienes Barna volt a tanárom, én ott kezdtem. És akkor, mikor befejeztem 49-ben a tanulmányomat, tovább mentem Michigani Egyetemre, a Columbia Egyetemre, és akkor a Elkhurst főiskolának a elnöke visszahívott, hogy tanítsak és folytassam a magyar szakosztálynak a munkáját. Hamar rájöttünk jó néhányan, hogy nem csak Elmhurston kell magyar nyelvet tanítani, hanem máshol Amerikában. Szükség van a magyar nyelvre olyanok számára, akik magyar származásúak elsősorban, hogy az egyetemi szinten is tanuljanak magyarul, magyar irodalmat, és hát létrehoztuk Amerikában az Amerikai Magyar Alapítványt. Ösztöndiakra volt szükségünk, hogy olyan diákok, ha beiratkoznak nálunk Elmhurston vagy máshol, hogy azokat is segíteni, mert hát még hát ilyen ösztöndi lehetőségek nem voltak olyan bőkezűek, amely, mint talán már most bizonyos diákok számára. 57-ben 45 hallgatónk volt. Az alapítvány azért jött létre, hogy pénzt gyűjtsön, ösztöndiakra, meg hát beindítsa az programokat. Célunk volt szintén, hogy egy múzeumkönyvtár és levéltárat is építsünk valahol. És akkor kerestük azt a helyet, hogy hol lenne a legjobb hely Amerikában megépíteni a múzeumkönyvtár és levéltárat, amely szintén képviselni az amerikai magyarságot, összetudná gyűjteni azt a történetet, történelmet, amely az amerikai magyarságról szól, szóval az a levéltári anyag, és hát szó volt arról, hogy Cleveland, Washington, New York, és az a bizottság, amelynek a feladata volt, hogy ajánljon az igazgatóságunknak helyet, mindig visszajöttek New Brunswick. New Brunswick a legjobb. A város is támogatta a gondolatot. 89-ben akkor megnyitottuk a múzeumkönyvtár és levéltárat. Most nyitottunk egy herendi porcelán kiállítást, amely megint amerikai gyűjteményekből van. Ebben az évben szintén volt egy munkácsi kiállításuk. Megint amerikai magángyűjtőknek a munkácsi képei, festményei. Miért Abraham Lincoln nevét vette fel az alapítvány? Két díjunk van, amely egy rangú. Az egyik Washington György, amelyet New Yorkban adunk, onnan ered a neve, hogy az amerikai magyarság egy Washington György szobrot állított fel a Városligetben 1906-ban, és amellé akartunk egy másik díjat, amely nem New Yorkhoz kötődik, hanem az Amerika szerte lett. És Lincoln Abraham mindig nagyra becsülte a bevándorlóknak a munkáját Amerikában, és ezt többször mondta, hogy milyen nagy szerepet játszanak a bevándorlók az amerikai életben. Most tehát akkor visszatértünk Magyarországra, együtt néztük végig ezt az összeállítást Szekeres Zsolt úrral, a Magyar-Amerikai Koalíció Kincstárnak állva, tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm.
Nos, milyen jelentősége lehet, van ennek az alapítványnak, és mit kell tudnunk nekünk erről az alapítványról, miben segíti a távolra szabadt honfitársakat? Hát tulajdonképpen most én úgy fogalmaznám, hogy ez az alapítvány, ez az amerikai magyarságnak a történetnek az őrzője és gondozója, és mi minden ilyen emigrációs csoport, nagyon fontos, hogy közel legyünk a történelmünkhöz, és tudjunk, hogy kik voltunk, és hova akarunk menni. Nyilván az elmúlt 45 évben, amíg működött ez az alapítvány, és hát működik most is, hiszen most ünnepelték ezt a szép évszámot, más volt a célja, más volt az eredendő okokozati összefüggés, amikor az alapítvánnyal kapcsolatba került egy-egy amerikai magyar. Változtak az idők, változott a politikai élet azóta sokszorozottan is, akár az anyaországgal való kapcsolattartás terén. Mi az, ami most a legfontosabb, amit az alapítvány képvisel? Hát tulajdonképpen mostan fokozottan én azt hiszem, hogy a múzeum és a levéltárak a magyar intézményeknek a megőrzésében azok az aktivitások azok hihetetlenül fontosak lesznek. Tehát elsősorban kulturális jellegű. Kulturális jellegű továbbá továbbítják a különböző ösztöndíjak lehetőségeknek a ismertetését országszerte. És valójában az amerikai-magyar intézmény rendszerben ez az alapítvány, ez az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb mai nap. Ne feledjük, hogy van egy telefonszámunk is, egyébként 489-1700, amely egyébként a kalendárium telefonszáma is, és Szekeres úr, ha igaz, akkor a beszélgetés után egy pár percig még azért itt marad, hogyha nézőinek lesz kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban, hát föltehetik. Nos, ön személy szerint mit tud tenni, mi az, amit leginkább fontosnak tart magyarországi nagykövetként, ha úgy tetszik? Hát tulajdonképpen az én szervezetem, a Magyar-Amerikai Koalíció, az a Duna TV-nek az amerikai adását szorgalmazta már majdnem lassan 4-5 éve, és ez úgy látszik, hogy ebben az évben meg fog valósulni. Remélhetőleg valamikor augusztus 20-ára el tudjuk intézni az, hogy legalábbis próbaadások induljanak. Ez lényegében a mi magyar-amerikai túlélésünket kulturális szempontból természetesen egy nélkülözhetetlen lépés. Meg vagyok győződve, hogy a civil szervezeteink az Egyesült Államokban ezekkel az adásokkal virágozni fog, és az amerikai magyar alapítványnak is nagyon-nagyon jót fog tenni. Nagyon sokan, és nem véletlen nagy súllyal várják azt, hogy hát végre elinduljon a sugárzás Amerikában is. Nyilván nagyon széles az a réteg, amelyik igényli azt a köldögzsinort, amit majd ez a műholdas kapcsolat jelenthet. Mire van leginkább szükségük, milyen jellegű műsorokra akár? Tehát miben tudunk mi a Duna Televízió segíteni majdan? Igen, hát tulajdonképpen ez a köldögzsinór, ez egy kulturális köldögzsinórnak úgy kell lenni, az embereknek az identitását, meg egyáltalán a magyarság öntudatát kell legjobban ápolni. És ami nekünk nagyon fontos, az a magyar irodalom, magyar kultúra, magyar történelem, mindazok a dolgok, amelyek hihetetlenül ezek ottan Amerikában hozzájutni, ezt reméljük, hogy a Duna TV-nek a adásai szállítani fogják különböző változatosságban. Bárhatóan melyik korosztály lesz az, vagy melyik korosztályok, amelyeknek elsősorban szólhat a műsor? Fiatalabb vagy a közép generáció? Hát tulajdonképpen, hogyha az ember úgy veszi, minden korosztályt szeretnénk megcélozni, de természetesen először inkább a idősebb korosztályt, akik reméljük, hogy megrendelik a Duna TV-nek adási vagy a vételi lehetőségét, és akkor utána azáltal, hogy az már benne vannak a különböző háztartásokban, akkor reméljük, hogy a műsorokkal tudjuk bővíteni olyan második és harmadik generációs amerikai magyaroknak, akik esetleg akár angolul vagy angol felirattal tudják csak élvezni a műsorokat. Hát hiszen ugye nagyon sok olyan véleményt is hallhattunk, hogy nagyon sok olyan ottani honfitárs van, aki magyarnak tartja ugyan magát, de már a nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. De mindenképpen a Duna Televízió által szeretné egy kicsikét fölidézni mindezt a kulturális örökséget, anyanyelvi hátteret, ami esetleg egy kicsikét veszendőbe ment. Segíteni fog ebben az adás például? Nagyon, nagyon is fog segíteni, reményem szerint. Nem csak magyarok, magyar ősökkel rendelkező, nem magyarul beszélő emberek vannak ott, hanem nagyon sok Amerikából idejöttek Magyarországra, és
több tízezer amerikai élt itt a 4-5 évet, ezekből is egészen biztos vagyok, hogy szeretnének valamilyen kapcsolatot tartani Magyarországgal. Szekeres úr, nagyon jó, sok sikert kívánok és jó egészséget a munkához. Önök a civil világot látták, ez most véget ért, a kalendárium folytatódik, úgyhogy maradjanak velünk, viszontlátásra.